Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam az 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik június 8-án. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon az Artara holdházban van, ami jelenti a nedvességet, jelenti a fiatalságot, jelenti a fiatalos kisugárzást, és ezen a napon lehetnek változások, ez úgy hat ki ránk, mint egy kellemes meglepetés, mint egy újjászületés. Viszont vannak nehézségek is, ezt is meg kell, hogy említsem. A nap és Szaturnusz bolygó között van ez a feszültség. A nap meg akar világítani valamit, láthatóvá tesz valamit. Lehet, hogy tisztán szeretnénk látni a dolgokat, viszont Szaturnusz bolygó ebben a kapcsolatban korlátozásokra utal. Nagyon nehéz ezen a napon másokkal valamit tisztázni. Ez a kapcsolat kihathat a politikai eseményekre is, hiszen a nap az jelenti a kormányt, és Szaturnusz bolygó jelentett korlátozásokat, nehézségeket, vagy bizonyos törvényeket, ami nem jól hat ki jelenleg ránk. Tehát van egy kis feszültség a politikai eseményeket illetően is, és nehéz átlátni a dolgokon. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata az felül látható. Az első képen ott van a kezében két érem. Az érem jelentheti az anyagiakat, vagy a munkahelyet, de jelenti az értékeket is. Ő egy lábon áll. Nincs meg a stabil talaj a lába alatt, mert nagyon vacillál. Különösen, ha döntésekről van szó, tegyem vagy ne tegyem. Azon kívül hiányzik nála a belső egyensúly. A térben a hajók jelentik a lehetőségeket. Van arra lehetőség, hogy valamit változtasson az életében, különösen ami az anyagiakat vagy a munkáját illeti, de nem tud dönteni. A másik képen látható, mint egy fiatal férfi, és a kezében van a bot, ami jelenti a tűz elemét. Azért meg lesz a bátorsága, meg aktív lesz. Kicsit bizonytalan még, kicsit vacilál még, de mégis talál egy megoldás, ami lelkesíteni fogja őt is, vagy mindkettőtöket. Ami az érzelmi világát illeti, az bal oldalon látható. Megint a botokról van szó, tehát a tűz eleméről. De ezúttal vannak támadások, külső támadások érik őt. Ő nem rohan el, hiszen ott áll és küzd, harcol mások ellen. Ez lehet egy belső feszültség is, vagy ezek a támadások kiváltják nála a belső feszültségeket. De ott alul megjelenik a varázsló, a mágikus, és segíteni fog neki. Lehet, hogy
ő látja így a dolgokat, és megoldja a problémákat. Ami kettőtöket illet, megnézzük azt, hogy hogyan közeledik hozzád. Ott jobb oldalon látható újra, mint egy fiatal férfi, az jelenteti a fiatalos kisugárzását, vagy egy új kezdetet, ahol még egy kicsit ő bizonytalannak tűnik. A kezében van a kard, ami jelenti egyrészt azt, hogy ezzel elvág valamit, lezár valamit, például a nehézségeket, a problémákat, a kihívásokat, a támadásokat. A másik jelentése a kardnak, hogy keresi veled a kapcsolatot és a beszélgetést, hiszen utal a kommunikációra. Azon kívül ott alul látjuk ezt az aranyérmét, lehet, hogy ez az övé, és rendezi az anyagi dolgokat, vagy döntéseket hoz, ami a munkát illeti, elfogadja ezt az ajánlatot, az is lehet, hogy segít neked az anyagiak terén. Amit az aranyérem még jelent, ezek a belső értékek, hogy ő értékel téged, de elvárja azt is, hogy te is értékeld őt, hogy dicsért őt. Itt lehetőségekről van szó. Hogy mi fűz aktuálisan össze benneteket, az középen a magyar kártyán látható. Jelenleg a K betűről van szó, és most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent a K betű. Ezt leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen, ennek tényleg nagyon örülnék. Ami nekem eszembe jut, Károly, vagy Katalin, vagy Kiskunhalas, vagy Kicsi, a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás középen látható, ennek van egy szimbolikus jelentése is. Itt egy négyszög van, ami jelenti az alapokat, és erre az alapra ki lehet építeni valamit. Ez lehet egy vállalkozás, ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy stabil párkapcsolat is. Milyen hatások vannak kívülről, az bal oldalon alul látható. Ő fog közeledni hozzád, lezár bizonyos dolgokat, ahol ő győz, és elvárja tőled az elismerést. A napi energia, ami különösen téged illet, az jobb oldalon látható. A négyes szám jelenti a biztonság érzetét. Ez lehet a munkahely, ez lehet a pénzügyi helyzet, ez lehet a párkapcsolat. De mégis látható, hogy van egy szűkös helyzet, ahol nem érzed jól magadat. És ki kellene lépni ebből a szűkös helyzetből. Ez jelenteni a felszabadulás érzetét. Lehet, hogy nem érzed jól magadat a munkahelyen, és úgy gondolod, hogy ez egy biztos állás, meg kell tartani. Az is lehet, hogy mások ezt mondják neked. Nehogy fölmondj, ez biztos számodra, hiszen megvan a biztos bevétel, de nem érzed jól magad, mert kevés a pénz, kevés az elismerés, benne vagy egy szűkös helyzetben. Az is lehet, hogy a környezetedben mások figyelgetnek téged, zavarnak téged, és ez tart téged ebben a szűkös helyzetben, vagy van még egy pár kapcsolat, amiből ki akarsz lépni, és itt kell döntéseket hozni. Az a fontos, hogy ő megkapja az elismerést, hogy figyelj oda rá, hiszen segít neked, megvannak az alapok ehhez, és ha benne vagy egy szűkös helyzetben, akkor legyen meg a szabadság érzete, legyenek változások, lépj ki ebből a helyzetből, hogy végre fel tudj lélegezni.
És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy ha gondolod, látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!